Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Nyilas, augusztus első fele. Fontos ez a periódus, az oroszlán kapuja ez, amikor a bolygónk új energiát kap egész évre, és itt szeretném kiemelni augusztus 8-át, ez lesz maga a pik, ez lesz maga az a bizonyos csúcsnap, amikor az energia nagyon erős lesz, tehát energetikailag augusztus 8-a nagyon erős, úgyhogy ilyenkor nem csak lehet, hanem kell is kívánni kívánságokat. Na de nézzük, pozitívum, negatívum, és egy tanács, remélem, hogy jó hallani a hangomat. Itt ez egy új telefon, a régin betelt a tárhely. 4-es, pénz. Pénzzel kezdünk. Ez egy jó kezdés. Ez egy stabil anyagi helyzet. Igen. Tehát van pénzünk. Határozottan van pénzünk. De azért a pénzre vigyázni kell. Miért? Mert a Vénusz retrográd egész augusztusban, erről beszéltem az előző videókban, úgyhogy nagy vásárlásokat nem érdemes csinálni, nem is nagy vásárlást, hanem értékes vásárlást, mert ez a kártya mutat például autóvásárlást, vagy lakásvásárlást, vagy ékszereket. Ugye a Vénusz az maga az ékszer is, tehát a szépség, a finomság, a pénz, a szerelem, a szerződéskötés, házasságkötés, ugye az is szerződéskötés. Inkább szeptember 6, de azt mondanám, szeptember 16-a után érdemes, mert ott még a Merkur retrográd lesz szeptemberben. Nos, megyünk tovább, tehát van pénzünk, ez nagyon jó. Ó, pénz, és van utazás, ez lehet utazás, vagy hír, nagyon jó hírt kapunk. A lovagok hoznak híreket, tűzenergiát kaptunk, a ti energiátok. Nagyon jó. És a szerelem, az is itt van, hogy ne. Hát ez vízenergia. Tehát a szerelem, a romantika, a találkozások, ez mind-mind itt van. Az mind-mind itt van. Amit pluszba szeretnék mondani, lehet, hogy valakinek ez segíteni fog. Ugye a Vénusz július 23-ától retrográd. Tehát július 23-ától, ha netán jön egy új partner, szerelmi partner, vagy üzleti partner, mert ugye a Vénusz az a pénz is, nem csak a szerelem, az nem lesz hosszú távú. Általában ez a tapasztalat. De vannak kivételek. De ez maga a megértés. A boldogság, igen. És itt a boldogság. A legszebb kártyát kihúztuk, ez a nap. A nap beragyogja az életünket. Igen, határozottan. Ez maga a ragyogás. Ez maga a hírnév, ez maga a nagypénz, ez maga a tengerparti nyaralás, ez a siker, ez a nagy siker, tehát itt lehet nagyítani. A gyermek ide tartozik, lehet a gyermekünk nagyon jó híreket mond nekünk, bejutott az egyetemre, meglátogat minket, stb. Csodálatos, pozitív kártya. 3-as. Na, ez a kártya nagyon jó, például tanulásra. Nagyon jó. Nagyon jó. Továbbképzés, tanulás, nagyon jó. A munka kártyája. Tehát megkapjuk a pénzt, kifizetnek minket. Elsősorban kreatív munkát mondanék. És a Vénusz az maga a szépség, ugye a kreativitás. Itt kapunk segítséget az univerzumtól, igen. És még egy pénz, 10-es. Hát ez egy csodálatos, az egyik legcsodálatosabb pénzes kártya. Ez maga a 10-es. Ez maga
Az aranyeső, a pénzeső. Ez lehet egy családi vállalkozás, lehet a családunk támogat minket anyagilag. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó pénzes kártya. Tehát jön a pénz. Három darab pénzes kártyánk van. Egy, kettő, három. De azért vigyázzunk rá, jó? Ne felejtsük el. És egyébként ez a kártya olyan, ez a négyes, hogy a férfi nagyon-nagyon ragaszkodik a pénzhez, a pénzéhez, nagyon vigyáz rá. Tehát most érdemes ilyennek lenni. Ne adjunk kölcsön, ne kezdjünk valamilyen új üzletet, befektetés, vásárlást, most ne. Tehát van pénz, ez nagyon jó. És a nap, az viszont a nagy pénz. Vagyon lehet. Igen, örökség is lehet. Megyünk tovább. Nyolcas kehek. Döntünk? Valamit a hátunk mögött hagyunk, és valami újat akarunk kezdeni, aludjunk rá egyet. Nem biztos, hogy a legjobb döntés. Lehet, hogy megbánjuk. Ott akarom hagyni a munkahelyemet, vagy a családi otthont, úgymond a szülői házat. Meg kell gondolni, jó. Megyünk tovább. Kettes. Pénz. Lehetőségek, a második kettesünk, lehetőségek és pénz. Óvatosan. Lehet, hogy nagyon csábító ez az ajánlat. Nehogy később megbánjuk. A retrográd Vénuszt én már érzem, tehát engem is megviccel. A június 20-ától már lehet érezni, mert már lassú a június 20-ától. Valamire fény derül. Valami kiderül. Valamilyen titok, valamilyen turbisság. Hát nem leszünk boldogok ettől. Királynő. Nos, hát ez a királynő, az a bizonyos, szokták mondani, hogy az a bizonyos anyós, aki mindenbe beleavatkozik. Tehát meg tudja keseríteni a dolgokat, az életünket? Igen. Ez a királynő, igen. Nagyon gyakran ez a királynő vagy vizöntő, vagy mérlek, vagy ikrek. Még. És megint kardok. És megint kettes, ez már a harmadik kettes. Nehéz meghozni azt a bizonyos döntést. Kevés az információ, mert a kardok az információ. Vagy félünk szembeszállni ezzel a királynővel, egy ilyen személlyel? Félünk megmondani a véleményünket? Ilyen is lehet. Félünk összeveszni vele? Feje lefele nem szoktam dolgozni a kártyákkal, egyszerűen nem tetszenek, ennyi az egész. De ez feje lefele jött ki, tehát a torony. Ez viszont jó hír, mert egy kicsit enyhít. Maga a kártya negatív, tehát hirtelen, váratlanul valami lerombolódhat, sorscsapás, így is szokták mondani, hideg zuhan jöhet, egy pofon a sorstól, valamilyen váratlan kellemetlenség. A munkáltató bejelenti, hogy figyelj, de csődbe mentünk, és holnaptól már nem lesz állásod, vagy a tulaj azt mondja nekünk, hogy figyelj, de eladom a lakást, azon, aki kell költözni a lakásból, el kell hagyni a lakást. Tehát is ilyen hasonló dolgok lehetnek.
vagy váratlanul valamit megtudunk valakiről. Ugye a kardok az maga a beszéd, hogy a hátunk mögött kibeszélnek, és nem is gondoltuk, hogy pont az a személy minket kibeszél, pletykál rólunk. Ilyen is lehet, vagy hátba támad. Lehetnek ilyen dolgok. Ilyen dolgok. Na, viszont feje lefele jött ki, úgyhogy enyhül ez az egész. Enyhül. Nem érzek tragédiát, nem is érzek ilyen tragikus energiát a negatívumon. Plusz információt kérünk szépen, na ez itt mi? Király. Ó, király. Király. És maga a pénz, jó? Tehát a pénzre vigyázni kell. Vigyázni kell. A retrográd Vénusz miatt. Ilyenek leszünk királyok, pénzesek, hiszen a napkártyánk az itt van. A legcsodálatosabb kártya. Tehát lesz pénz. Lesz pénz itt is. Egy nagyon erős pénzes kártya. Az egyik legerősebb kártya. Tehát a király, a tízes, a nap, az ász hiányzik még. Ennyi. A királynő. Ezek a legerősebbek itt vannak, tehát pénz lesz. A másik, amit szeretnék mondani, hogy ne ilyen rövidtávú célokat, hogy is mondják, tehát ne rövidtávú célokat, na, nem tudom kimondani. Tehát ne a rövid távú célokra koncentráljunk, hanem a hosszú távú célokra. Ez nagyon fontos. Most jöhet több ilyen gyors, hirtelen pénzszerzés, vagy meggazdagodás, vagy hasonló dolog. Nem biztos, hogy jó. Jó? Mert az érmék az azért stabilitás. Stabilitás. És ez a király bizony-bizony, hogy keményen két lábbal áll a földön. Nagyon jó tanácsot adhat például ez a király, vagy támogathat minket nagyon gyakran, elsősorban bak, vagy szűz, vagy bika ez a király. Nagyon gyakran. Úgyhogy lehet, hogy van a környezetünkben egy ilyen személy, vagy az aszcendensünk. Szűz, bika, vagy bak, vagy a holdjegyünk, ezért mondom mindig, hogy érdemes három darab kirakást nézni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!